Messziről is jól látszik, lángolnak a szalmabálák dőr mellett, csak nem 400 négyzetméter alapterületen körülbelül 700 kockabála vált a lángok martalékává. A tűzhöz Csornai, Kapuvári, Lébény és Győri hivatásos tűzoltók vonultak, összesen 4 gépjármű fecskendővel és 2 vízszállítóval. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 8 vízsugárral végezték a tűz oltását, amelyben a Csornai, Rábapordány és Bősárkány önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is részt vettek. A füstöl szinte alig lehetett látni, a tűzoltók azon dolgoztak, hogy a lángok ne terjedjenek át a már égő kazarról, a közelben lévő bálákra és mezőgazdasági területekre. Úgy tudjuk, a bálák villámcsapás miatt gyulladtak ki, az elmúlt időszakban azonban a meleg és a szárazság miatt gyakori volt az ehhez hasonló tűzeset.